Petíció egy élhető és biztonságos ispitaljáért, ez az elnevezése ennek az aláíróívnek, amiben a környéken lakók a hajléktalanok ellátására tervezett krízisközpont ellen tiltakoznak. Nemrég derült ki, hogy a Megyeri és a Mártirok útja sarkán álló épületben akarja ezt kialakítani a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat pécsi szervezete. Az itt élők szerint erre alkalmatlan ez a környék. Lippai Lászlóné 80 évesen vállalkozott arra, hogy aláírásokat gyűjt a tiltakozáshoz. Én itt lakom 40 éve, és ha akkor látták volna, hogy milyen volt ez a rész, és milyen lett a mi munkánk eredményeként, akkor megértenék a tiltakozásunkat, hogy nem szeretnénk, hogy a házaink értéke minimum 30-40%-kal lemenjen annak következtében, mint ahogy a nemzetközi felmérés mutatja, ahol hajléktalan szálló megjelenik, ott a lakások, házak értéke ennyivel amortizálódik. Nem a fedél nélkül élő emberek ellen irányul az akció, mondja egy másik lakó. Nagyon szomorú a hajléktalan helyzet minden szinten, és nehogy véletlenül bárki is azt gondolja, hogy nem vagyunk szociálisan érzékenyek, dehogy is nem. De ha már megoldást keresünk, azt meggyőződésem, hogy ezt nem ide kell telepíteni, mert ez erre alkalmatlan. Tehát megbontani ennek a térségnek, ennek a régiónak az egységét, a biztonságát, az élhetőségét, azt nem szabad megtenni. El kell vinni máshová. Tehát ezt itt megvalósítani nem szabad. Se az itt lakóknak, se az ellátásra szorulóknak nem megfelelő ez a helyszín, mondja egy másik itt élő. Ez a megoldás több szempontból nem jó. Alkalmatlan hely a hajléktalanok ellátására. Nincs terület se, ahol mozoghatnának. Nagy forgalom van most ennél a lámpás megoldásnál. És egyáltalán a kertvárosi jelleggel itt a lakosság nem akarja ezt. Tiltakoznak velem együtt, aki itt lakik. A terület önkormányzati képviselője azt mondja, az aláírásokkal fel szeretnék mérni, hogy mekkora az elutasítottsága a krízisszállónak. 20 fő gyűjti, és 25 utcában most jelenleg, de folyamatosan vannak újabb csatlakozók, tehát ugye ez egy most a hosszú hétvégén elindult aláírásgyűjtő akció. A tapasztalat szerint a lakosság döntő többsége elutasítja a tervezett intézmény létesítését. Van olyan utca, ahol minden lakó tiltakozik ellene, mondja a képviselő. Konkrétan van olyan utca, ahol ez a szám, ez így igaz, hogy ez 100%, de azt mondanám, hogy itt a környező utcákban 90% fölötti az elutasítottsága ennek a létesítménynek. Közben a szeretetszolgálat közleményt adott ki az ügyben. Ebben azt írják, örömmel nyugtázták, hogy megkezdődött egy szakmai lakossági párbeszéd, amiben aktívan részt kívánnak venni. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nyitott arra, hogyha találunk egy olyan önkormányzati ingatlant, ami megfelel és kiválthatja ezt az ingatlant, olyan helyszínen, ami lakosságnak is megfelelő, akkor ők most partnernek mutatkoznak abba, hogy ez megtörténjen. Nem felejtjük el, hogy egy karitatív szervezetről van szó, amelynek az az érdeke, hogy úgy végezze el a saját szociális misszióját, hogy azt a lakosság is elfogadja, sőt a lakosság is támogatja. Ezért a képviselő bízik abban, hogy születhet mindenkinek megfelelő megoldás az ügyben. Egyébként a tervezett krízisszállón 20 hajléktalannak nyújtanának szállást minden év november 1-től április 30-áig.